A várható nagy utasforgalom miatt érdemes néhány nappal előbb megváltani a menetjegyeket, hívta fel a figyelmet közleményében a MÁV Éppen ezért a megnövekedett utasforgalom függvényében bizonyos, forgalmasabb intercity vonatokat több kocsival közlekedtetik. A lehetőségekhez mérten az üzemképes kocsik felhasználásával növelik meg a vonatszerelvények kocsi mennyiségét a helyegyvásárlások figyelembevételével. A felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére egyes népszerűbb utazási időpontokban gyorsan megtelhetnek az intercity vonatok, ezekre érdemes elővételben megvenni a menet és helyjegyeket. A a közlekedő vonatok foglaltságának adatai péntektől lesznek megtekinthetők a MÁV honlapján. A tájékoztató jellegű adatokat naponta többször is frissíti a MÁV start, az utasok pedig egy letölthető táblázatban megnézhetik, hogy hol tartak a kötelező helybiztosítása a közlekedő vonatok foglaltsága az egyes napokra vonatkozóan és azt is, hogy a kiválasztott induló járatra van-e még szabad hely. A pénztárak előtti sorbanállás elkerülése érdekében a MÁV azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyjegyeket lehetőség szerint már az ünnep előtt néhány nappal elővételben váltsák meg. Érdemes kihasználni a jegyértékesítő automaták és az internetes jegyvásárlás adta lehetőségeket. A MÁV alkalmazásból vagy online megváltott elvonatjegyek a vonatokon elektronikusan is bemutathatók. Az ünnepi időszakban is érvényesek az önkiszolgáló csatornák igénybevétele esetére nyújtott kedvezmények, ami azt jelenti, hogy az automatában vásárolt vagy online váltott, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, az elvonatjegyekre pedig 10%-os kedvezmény nyújtatásaság.